Fegyveres lázadást vertek le a venezuelai hatóságok. A felkelők célpontja egy katonai bázis volt, ahonnan állítólag sikerült fegyvereket lopniuk. A hétvégén megkezdte működését a teljes ellenzéki bojkott mellett megválasztott alkotmányozó nemzetgyűlés is. Első döntésük az elnökkel szemben álló venezuelai főügyész menesztése és bíróság elé állítása volt. Néhány óra alatt egész Venezuelát bejárta ez a rövid videófelvétel. Egy csoport egyenruhás férfi fegyveres felkelést jelentett be Nicolás Maduro ellen. Jogszerű felkelést jelentünk be a venezuelai nép támogatását élvezve, hogy megdöntsük az elnök gyilkos zsarnoki rendszerét. Ez nem államcsíny, hanem egy civil katonai összefogás az alkotmányos rend helyreállítása érdekében, azért, hogy megmentsük az országot a teljes összeomlástól, mondta a csoport vezetője, akit még 2014-ben távolítottak el a Nemzeti Gárdától. A fegyveresek egy katonai bázist is megtámadtak az ország északi részén, de a hatóságok gyorsan leverték a puccs kísérletet. A csoport néhány tagjának sikerült fegyvereket ellopniuk a bázisról. Ez úgy történhetett, hogy a terroristákat egy áruló belülről segítette. Terrorcselekmény volt a hadsereg ellen, amelyre a fegyveres erők egységben is határozottan reagáltak, mondta Maduro. Az ellopott fegyverek ügyében nyomozást rendeltek el. Többeket őrizetbe vettek, akiknek a gyanú szerint közük lehetett a támadáshoz. A hadsereg egy tábornoka pedig arról beszélt, szerinte a fegyveres csoport a Washington által finanszírozott jobboldali ellenzék támogatásával szervezte meg az akciót. A városban, ahol a támadás történt, véres demonstrációk is voltak. Néhány száz fő vonult az utcákra, hogy támogatásukról biztosítsák a puccsban résztvevő fegyvereseket. Az összecsapásokat ugyanakkor délre feloszlatta a rendőrség. Közben megkezdte működését az alkotmányozó nemzetgyűlés, amelyet alig egy hete az ellenzék bojkottja mellett választottak meg. A testület első döntéseinek egyike az volt, hogy eltávolította hivatalából a főügyészt, aki az elnökkel szembefordult.